Kedves gyerekek, a mai galéria záró rendezvényünkön megkülönböztetett szeretettel köszöntöm körünkben Györfi Sándor urat, aki karcagi szobrászművész, nagyon-nagyon sok díjat kapott már a munkáiért. Az ő kiállítását tekintettétek meg az elmúlt időszakban itt a Ubi galériánkban. Köszöntöm körünkben Jóikani. Köszöntöm körülben Jóli Kalinit is, én az Opotányik vezetője, és ő eljött hozzánk. Hát kíváncsi arra, hogy mi fog most itt történni ebben a percekben, itt a mi galéria záró rendezvényünkön.
Úgyhogy ne is húzzam az időt, én át is adnám a szót a óvodánk kórusának, akik nagyon szép dalokkal készültek a mai délelőttől. Fekete zsindelyes, fekete zsindelyes, a karcagi bíróháza. Sírva sétál benne, a karcagi bíró lánya. Minden lánynak van babája, kivel mulat a csárdába. Sejj csak az enyém, csuhaj csak az enyém, hervad el a kaszárnyába. Enyém, csuhaj csak az enyém, hervad el a kaszárnyába. Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kis kocsimba. Kiviszem a búzát, kiviszem a búzát, a karcagi szélmalomba. Felkérem a lisztes molnár, örülje meg a búzámat, így is más öleli, úgy is más öleli, oda-haza a babámat. Felkérem a lisztes molnár, örülje meg a búzámat. Így is más öleli, úgy is más öleli, oda-haza a babámat. Réten, réten, sej a funkarcagi réten, elvesztettem a zsebre való késem, késem után a karéka gyűrű, meg a lapom a sajnálom, nem a régi szeretőmet. Késem után a karéka gyűrű, meg a lapom a sajnálom, nem a régi szeretőmet. Este, este, sej, este akar lenni, ez a kislány haza akar menni. Haza menne, de nincs kísérője, galambom elkísérem, leszek én a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője, galambom elkísérem, leszek én a szeretője. Gyerekek, bemutatom nektek néhány szóval Györfi Sándor szobrászművész urat. Munkásságával a kunhagyományok őrzésének egyik legfontosabb ápolója. Györfi Sándor 1951. május 28-án született Karcagon. A győrfiek Erdélyből származnak, édesanyja Ökrő Zsuzsanna, ő karcagi születésű. Kicsi korától kezdve nagyon közel volt a természethez, megismerte a növényeket, állatokat, nagyon megszerette a lovakat. Kicsi megismerte az egyszerű, földműves kunemberek gondolkodását, hagyományait, jellemzőit, életét. Már általános iskolás korában nagyon szépen rajzolt, festett és agyagból mindenféle figurát készített. Középiskoláját Budapesten a Képző és Iparművészeti Gimnáziumba végezte. 1973-ban felvételt nyert a Képzőművészeti Iskola tanszakára. A főiskola elvégzése után hazajött szülővárosába, és így nyitott öntőműhely és alkotóműhely. Alkotásaiban különös előszeretettel ábrázolja a lovakat. 1980-ban állította fel első karcagi köztéri szobrát a ménesek emlékére. Biztos tudjátok, ott van a katolikus templommal szembeni parkba. Jól megnéztük már néhányszor. Nagyon jól ismeri a lovagtér felépítését, mozgását, jellegzetességeiket. Csak egy példát mondok nektek, jól ismeritek azt a szobrot, amikor megyünk a kisfürdő fele, ott láthatjuk a millenniumi emlékművet, és ott van két ló. Messziről úgy tűnik, hogy az a két ló egyforma. De ha közelebbről megnézzük, akkor látjuk, hogy az a két ló teljesen különböző. Béla királynak a lova, nagyon elegáns, nemes,
lovati kiképzéshez szokott mén, a másik, a kötönylova, a sztepékhez szokott vadbáktatóló parika. Előszeretettel ábrázol történelmi személyeket is. Az országban akármerre járunk, és nem csak az országban, külföldön is találkozunk a szobraival, emlékműveivel. 140-nél több szobra van az országban, elszólva mindenütt. Nagyon sok kis plasztikát, érmédíjat készít. Hoztam kettőt, hogy bemutassam nektek, hogy milyen az. Nagy büszkeség tölt el bennünket, amikor járunk Magyarországon vagy külföldön, és találkozunk Györfi Sándor szobrával. Nagyon örülünk annak, hogy földiek vagyunk, és ismerhetjük őt közelebbről. Szülővárosába Karcagon 13 köztéri szobra áll. Györfi István néprajztudós nagyméretű szobra, ami ott a Nagykun Múzeum előtt van, meghozta számára az országos elismerést. Munkájáért 1984-ban Munkácsi díjat kapott. Györfi Istvánt néprajzkutató szellemi ősének tekintette. Ő győzte meg arról, hogy ide született a nagykunságba, és itt vannak feladatai. Györfi Sándor így vallja: nincs az a kicsi hely, mindenütt lehet nagyot alkotni, a tanyán élő ember is képes szépet, értékeset létrehozni. Györfi Istvántól tanulta meg, hogy vigyázni kell értékeinkre, az idősebb emberek által létrehozott kincsekre. Két fia is ezt a szemléletet viszi tovább, és biztos majd a kis unokái is. Györfi Sándor szobraival próbálta a helytállást, a keménységet, a ragaszkodást kifejezni. Mindenképpen hűséges szülővárosához. Meg is választották Nagykun kapitánynak 2001-ben. 1995-ben a Jászló Redemció 250 éves évfordulója tiszteletére készítette az ősök emlékét őrző szobor együttes. Ezt is biztos láttátok, már a négyes út mellett van a Kunhalmon. Ők a kunbabák. Az ősi kuntemetkezési szokásokat, hagyományokat idézik fel. Egyszerűek, kedvesek, titokzatosak. Az ősi népi fafaragáshoz hasonlítanak ezek a szobrok. A főtéren, ha sétálunk, mert sokat sétálunk és megállunk szobrai előtt, beszélgetünk a szobrok történetéről, szépségéről, anyagáról, alkotójáról. Mikor meglátták a gyerekek a kiállításon a nagy képeket, nagyon megörültek, elmondták, hogy ismerik ezeket a szobrokat, és tudták, hogy hol található a szobor vagy emlékmű. Egy kis csoportos kisfiú olyan aranyos volt, mert mindig mondta az anyukájának, hogy mikor meglátta a Németh Gyula a szobrát, hogy gyere anya, itt van a mi szobrunk. Nagyon tetszett neki. Nagyon örültünk, mikor leültünk a nagy könyvvel, amiben Györfi Sándor minden tanulása benne van. Lapozgattuk, a gyerekek elmondták a véleményüket, kérdezgettek, és örültek, mikor egy-egy ismerős szobrot találtak. Többször is megnéztük a kiállítást. Érdekes módon a II. Világháborús emlékmű volt a legnagyobb hatással a gyerekekre. Mikor ott voltunk a szobornál, akkor is nagyon-nagyon sok okos gondolatot idézett fel bennük, nem is gondoltuk, hogy ilyen sok dolgot tudnak. És itt is, mikor a kiállításon a képeket nézegettük, akkor is az ragadta meg őket a legjobban. Nagyon megható pillanat volt, mert az egyik kisfiú összekulcsolta a kezét, és azt mondta, hogy mondjak értük egy imát. És a többiek csak nézték, és akkor ők is összekulcsolták a kezüket, és így tettek. Kimagasló művészi munkáját, hagyományápoló tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el, nem sorolom fel, mert estügyük ülhetünk. Györfi Sándor a kun hagyományok tudatos újjáélesztője, ápolója. Méltán hívta ki a szakma és a helyi közösség elismerését, megbecsülését. Nagyon örülünk, hogy óvodán gyermekei és felnőtt közössége megismerheti Györfi Sándor szobrászművészt, és gyönyörködhetnek alkotásaiban. További munkájához erőt, egészséget és sok sikert kívánunk. És nagyon szépen köszönjük. Új szállás körül van Ibolyával, gyere babám, szedd a kötőd a jár.
kihull belőle a teljes igója. Úgy akartalak szeretni, ne tudják, de az egek rám világosították, rám világosította a kék csillagos ég. Kis angyalom, sose leszek a tiéd. Rám világosította a kék csillagos ég. Kis angyalom, sose leszek a tiéd. Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak, nincsen párja a karcag iránynak. Tele van a bekötik a fejét, búval éli az egész életét. Gyerekek, itt a lehetőség, hogy kérdezzetek Györfi Sándor bácsitól. Nagyon vártátok, kérdezhettek tőle alkotásairól, vagy hogyan készíti a szobrot. Nyugodtan kérdezhetek. Isten és gyerekek! Köszönöm szépen, nagyon szép rajzok. Hát ráírtátok a nőteket? Nem, de ráfogok. Én inget fotóim. És hány évesek volt, vagy több ki? Én 6 vagyok. Én 5. Hát akkor... De melyik szoborról rajzoltad, mondd már el. A sárkányos kudat ismered, nem más a kodába? A kudányból a képről néztük, és... Most hiányoznak, és mert a barátnak rajzát, nincsenek most itt, és igen, betegek. És a lovak. Javulást kívánom neki. Sokféle lovak. Fogadom tőletek. Ez pedig a... Kunok királya. Igen. Csak a szobor. Lerakszolták, hogy megszobor tettet a legjobban. Varsány Abigér. Igen. Szép nevű lány. Javulást kívánunk neki innen. Köszönjük. Nagyon szép. Hát ezek a kapufélfák, amelyek ott vannak bronzban 55-te, ezek 100 évesek voltak. Amikor kiástuk a helyéről és vettük róla a mintát. Igazi farcad. Na nézd, itt egy szintet a rajzokat. Köszönöm szépen. És a te neved sincs rajta, de majd rajta lesz. A lovagatták meg a legjobban őket. Ebből kell egy szép kiállítást csinálni. Köszönöm szépen. Van egy kérdésetek, jutottak ezbe valami? Györfi Sanyi bácsi, azt akarom mondani, hogy a kunhabáknál vannak ilyen pici katonák is, rajta van a jel, hogy hol születtek és melyik nemzetségből vannak. Kérdés az, hogy a kunhabák nagyon nagyok. Hát azok, amit azt a kettőt gondol, ugye kint a határban, ahol van 9 darab kunhabor, a kettő az a kunhabár, tehát azok az őseik.
az ős apó, meg az ős anyó kapokra, ott ülnek egymás mellett. És körülötte a kisebbek, azok a kun katonák. Azok mindegyik kun települést jelzik. Tehát Karcagnak is van egy, Kisúj szállásnak is van egy, kun hegyesnek, kun madarasnak, Perekfürdőnek van egy állítvány. Ennyi nagy kun település van. A kunban már tetszenek egy jobban, meg a... meg az a kutácsoboly. Melyik kutácsoboly? Az angyalos kutácsinek szárnya van. Hát az volt Karcagon az első tiszta ivóvíznek a kútja. A kút szobra. Szobrot is állítottak a kútra, mert azt megfúrták a földet, jó mélyre, 2-300 méter mélyre, és onnan jött fel a víz. Előtte az emberek egészségtelen ivóvizet ittak, mert a csatornákból, patakokból, esővizet ittak meg, a tóból. Hát az nagyon szennyezett volt, és rendkívül sok betegség volt. Így jöttek rá, hogy le kell menni a föld mélyére és felhozni a tiszta ivóvizet. Annak a tiszteletére van ez a szobor, akinek szárnya van, és ő egy istennő szobra. Viktóriának hívják. Hogy készíted a szobrot? Hát, hogy miből lesz a szobor? Tudod, mert a szobor az sokféle anyagból készülhet. Lehet cserépből, agyagból szobrot csinálni, kiégetni, és akkor kemény lesz. Lehet kőből faragni szobrot, lehet fából faragni, na de lehet bronzból önteni szobrot. És hogyha bronzból öntjük a szobrot, az a legbonyolultabb. Mert ott először is meg kell csinálni valamilyen más, könnyű, puha anyagból. De lehet kisből is, lehet agyagból megcsinálni, az a legtöbb, amikor én agyagból dolgozom. Agyag, rendes, sárga agyagból. Abból gyúrjuk meg, amiből csinálják a korsókat is, meg a cseretet, a tányérokat, a bögréket, a fazekasok. Ugyanabból az agyagból. Fölrakjuk szépen, meggyúrjuk a szobrát, amikor már készen van, akkor mintát veszünk róla, öntő mintát, másfajta anyagba, egy nagyon nagy hőállóságú homokba, samotlisztbe, biztos hallottatok már ilyenről, égetett agyagnak a tűzálló lisztje. Ez egy nagyon komoly folyamat, tehát ősi technológia, már az őskorban is tudtak bronzot önteni, vagy rezet. Ugye voltak ilyen korok, ahol nagyon fontos szerszám anyag volt a öntött bronz. Még kardot is csináltak belőle. Tehát újabban már csak szobrok tőlünk. Majd megnézzük egyszer ezt a döntést, a nagyok készülnek. Na hát ehhez akartam mondani, hogy arról ott beszélhetnénk a helyszínen, én is meghívlak benneteket egy olyan látogatásra, amikor majd itt kicsit a nap meg hát melegedés lesz, gondolom, tavaszi időben, akkor gyertek el, és akkor voltak már másokodások is nálam, és akkor megnézitek a helyszínen, hogy hogyan készül. Nagyon szépen. És Sanyi bácsi nagyon sok szép karcagi történetet tud. És van olyan karcagi történet, amit megmintáz, és most nemrégen Lengyelországban volt neki egy szoboravatója. Néhány szót mondanál arról a szoborról, mert nagyon érdekes a történet. Hát az is, abban is van ló, ugyanis a karcagi emberek is nagyon szerették a lovakat. De hát a karcagi emberek férfiak, fiatal emberek közül nagyon sok katona is kikerült annak idején. És amikor háborúk voltak, akkor ezeket a fiatal embereket elvitték katonának a háborúba. Hát 100 évvel ezelőtt is volt egy hatalmas háború, hívták, hogy első világháború, és hogyha a városba elmentek, mondjuk a városház elé, akkor van egy nagy lovasszobor, azon ül egy katona. Na, az első világháborúban harcolt ez a katona, és alatta az összes karcagi katonának, aki ott vesztette az életét, ott maradt, meghalt a háborúban, ott van fölírva a neve. Na ebbe a háborúba is elvittek karcagról embereket, huszárként. Tudjátok mi az a huszár? Igen! Láttatok már. Kardja van, szép öltözetben van, lova is van, felnyergelve. Na ezeket az embereket elvitték, és éppen találkoztam egy olyan emberrel, aki, mikor ilyen kis gyerek voltam mindig, akkor a tanya szomszédunk volt egy Hajdú Sándor nevű
idősebb ember, akkor már volt az 80 éves, és ő mesélte el nekem, hogy ő bizony az első világháborúban oroszok ellen harcolt, mint huszár, és megküzdöttek nagyon. És én meg most éppen kaptam egy lehetőséget, és csináltunk egy huszárszobrot Lengyelországban. Úgy nevezték régen azt a vidéket, hogy Galícia. És az idős ember nekem, a Sanyi bácsi mondta, hogy ő minden Galíciába harcolt. És ekkor jött eszembe, hogy hát nekem volt egy olyan barátom, ismerősöm, akivel találkoztam a régi huszárral. És sőt, 10 év múlva került az elvitték katonának, túlélte a háború, de 10 év múlva jött haza, mert hadifogoló. Fokáig. Na, erről az emberről mintáztam én ezt a szobrot. És még a levelet, amit bedob a postaládába a szeretteinek, arra is felírtam a nevét. És rajta van egy karcak, egyszer jártak ebben a lengyelországi városban, majd a szülőkkel, vagy egyedül, el fogják olvasni. Ott van egy felnyelvjelt ló, föl lehet ülni a lóra, a nyeregbe. Nagyon sok az avatáskor, nagyon sok kisgyermek, férfi, nő, idősebbek, hogy fölugrottak a nyeregbe, és a bronz lónak a nyeregébe ültek. Egy rengeteg fénykép készült róla. Szóval ez is kötődik karszakhoz, ez a legenda, mert most már ugye az ott fog állni örökké. És a lengyel-magyar barátságot fogja hirdetni, ami ősidők óta, mióta meg vagyunk Európában, azóta tisztelet felhúzunk ennek a barátságnak. Márkó? Apa, mi van? Mert lehetettem ide egy ilyen szót, és abban van valami, valamilyen pár. És hogyha valaki kitalálja, akkor majd utána nektek hoztam ajándékba, mert hallottam, hogy milyen ügyes gyerekek vagytok. És mondom, hozok egy ajándékot, ami itt is marad. És ha valaki kitalálja, akkor nevezzétek el arról. Arról a személyről, akinek lehet, hogy Balázs lesz, lehet, hogy Ágnes, vagy nem tudom, ki lesz. Mi lehet abban szerintem? Miről van ez a szobor? Milyen a formája? Egy gondoljátok csak valamit? Mostanában! Ilyenkor téli időben? Télapó! Tudom már! Hógolyom! Hógolyom! Már tudom! Egy hógöm! Nem, ugye nem gömb, mert olyan formája van, és ez egy valamilyen kis állat. Valamilyen kis állat, annyit segítek. Egy ló! Nem, hát nézd meg a formáját. Egy kukorgó. Igen. De nem nagyon lehet látni. Hát mesei is van róla. Mesei is vannak ezekről az állatokról. Egy állat. Igen, ez egy állat. Vajon mi lehet? Akkor én róla fogjátok elmondani. Ő lesz az, amit azért hoztam, hogy meg lehet simogatni. No. És tudják, hogy itt... Ahogy lapul a varázsdán. Na de a szülőjét otthon hagytam, úgyhogy meg fog ez majd szaporodni tavaszra. Úgyhogy jönnek majd a testvére, és akkor majd kirakjuk oda az udvarra. Hát emelgetni nem nagyon szabad, mert ráhegyítek a lábatokra, vagy de nyugodtan meg lehet simogatni szépen. Ez egy olyan vagy múl, aki mondjuk a barázdában megnyugodik. Láthatok ilyen vadnyugat, én rengeteget láttam gyerekkoromban, akkor meglátta az ember, hogy valamit, akkor a nyúl így lelapult, és akkor ott megbújt, hogy ne látszott, hogy milyen lapos van. Találkoztatok már így nyúllal? Igen! Nyúl a folyamat! Igen! Nekem van szalimának! Hát a szeléd nyúl, és abban is van sok szeléd. A nagyobor! Én tudom! Köszönjük, hogy megnézhettük a szobraidat, sokáig tartod nekünk, megismerhettünk közelebbről,
És kérlek, hogyha ezt látod, gondolj az óvodánkra, és... Hát nagyon megtisztelő, köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük. Örülök, hogy itt lehettem köztetek. Én nem lehettem óvodán ennek idején, tehát most jártam óvodába. De hát örülök nektek itt ilyen szépen kis közösségben. És ilyen csendben voltatok nagy türelemmel, hát ezt jelentem. Hogy a Tesco mellett van egy erdő, és ott találkoztunk egy fehér nyúlval, és mikor már mentünk hazafele, akkor láttuk a szántóföldön ugrálni futni. Fehér volt? Hát az biztos, hogy egy, az egy szelíd nyúl, egy házi nyúl volt, és valahol rá elmenekült. A pusztában csak ilyen szürke nyúlakkal találkoztunk meg az a vadnyúl. Azok nem színesek. Ajánlom figyelmetekre, hogy nézzétek meg még egyszer a kiállítást, most szerintem már más szemben. És akkor valamilyen szinten jó volt ez a találkozás egy zárásnak is. Tehát olyan sok olyan élményük volt a gyerekeknek, ami, hát ami utána értették is, hogy itt most miről van szó. Figyelmeztesetek, hogy valami ajándékot adjak mindenkinek. Kitaláltam, hogy vannak nekem ilyen kis szép kis érem pénz lapjaim. Lapjaim, de az sima felpolírozott lapok. És ráírtam a nevüket, hol volt a helyben. De vele gravíroztam a fényből a nevüket, és annyira boldogok voltak, hogy sorba álltak. A mai világban az a globalizmus elvisz bennünket, a gyerekeket még jobban elviszi. Mert mindenképpen fel kell hozni értékeket a múltból. Valahol ez a természetes rendje a világnak, hogy visszanyúlunk a őseink értékeihez. És azokat az értékeket nem hagyjuk elfelejteni, mert abból tudunk még merítkezni újra. És a megújulásnak az egyik záloga ez. Mint ahogy a hídbe is, hát nem véletlen a főnix madár szimbólum, mondjuk a református vallásban. Hát a főnix madár az egy ősi mítosz madara. Sok-sok kultúrában előfordul, mindenhol valahogy másképp, de mindig azt mondja a legenda, hogy 500 évenként elégeti magát. És 500 évenként a saját hangaiból újra élet. Tehát ez egy olyan fantasztikusan erős szimbólum a kultúrák megőrzésére, amit a reformáció átvett, és most is kell továbbvinni. Mindenképpen föl kell mutatni, mert saját magunkból tudunk megújulni. Mindig saját magunkból. És ezért a teremtésnek, azért teremtett bennünket a teremtő, nevezzük bárminek, olyan sokféléknek embereket, sok színűnek, hogy mindannyian színűtől függetlenül más kultúrákat építettünk a Földön, hoztunk létre. És most...